Reméljük, hogy kicsit mi is bemutathatjuk neked Leandrát, amíg már itt szóban, amíg itt leszünk. De elsősorban téged szeretnénk hallani. Ma este azért ültünk itt össze. És úgy láttam, hogy nem leánymáriak is vannak, nem is kevesen. Úgyhogy látod, a környék is kíváncsi rád, úgyhogy érdemes volt eljönni. Gyere, Noelka, megyünk kertvárt! Elsősorban a könyvekről, a műsorról és Marcsiról, adjuk keresztül Marcsiról fogunk beszélni. Van közös pont. Hazajött a Marcsi bizonyos értelemben, mert ő is egy sváb faluból származik, sőt a felmenői is magyarországi németek, ugye? Konkrétan svábok, tehát abszolút a fekete erdők környékéről jöttek. Az én anyukámat úgy hívják, hogy Rittkeszter Mária, az apukám, apai nagyanyám pedig Eberhard. Tehát úgy kiszámoltuk körülbelül a kétharmadom körülbelül sváb, és az egyharmadom jász. Az a borbázság. Nem egész egyharmad, mert van egy bánáti magyar ág is, tehát van ennyi kis magyar vér is bennem, de hát ez ettől nem függ, hogy az ember mennyire érzi magát magyarnak, hogy milyen a származása. Úgyhogy nagyon is benne vagyok ebben a sváb életben, mert hogy most még a tetejében Solymáron lakom. Ezt most csak így zárójelesen svábságon tudom mondjam, hogy Madarasról, Solymárra, tehát két solymás település volt Mátyás korában, ugye minden ilyen madaras, madárral kapcsolatos település, és amikor én eljöttem, akkor ott Szente Károly volt a polgármester, Solymár meg Szente Kálmán. De nincsenek életlenek, nem? Úgyhogy én büszke vagyok a svábságra, és egyébként pedig látszik azért most, ha kíván menj a gasztrangyal, és az 240 műsor körülbelül. És azért több mint egyharmada teljesen a sváb konyháról szól. Tehát nagyon-nagyon gazdag kultúrkincs, amit Magyarország a sváboknak köszönhet, nem csak a gasztronómiával, hanem népszokásokban. Hát egyébként minden, nagyon sok minden ne soroljak önöknek. És mik a jellegzetességei a sváb konyhának? Neked mi tetszik benne? Hát ez olyan nehéz, hogy mik a jellegzetességei a sváb konyhának. Hát talán a legjellegzetesebb a takarékosság. Tehát, hogy a semmiből is tudunk mi svábok valamit készíteni. Hihetetlen leleményes, nagyon gyors idő, mert hogy nem csak az alapanyaggal spórol ugye a sváb konyha, hanem az idővel, az energiával is, és hát a pénzzel is. Tehát az alapanyag, a jó asszony ugye spórol alapanyaggal, idővel, és mit mondtam az előbb? Pénzzel. Azt már látják, a pénzt elfelejtettem. Pénzzel, idővel és alapanyaggal. Tehát, hogy ez jellemző a sváb konyhára, de mellett pedig nagyon-nagyon sok színű. Nagyon különbözőek Magyarország különböző területein élő sváboknak a konyhái, de nagyon erősen tartják a régi szokást. Most itt arra gondolok, hogy egyrészt megtartották a recepteket, ez azért ennyire nem jellemző a többi népcsoportunkra, és megtartották a rendet nagyon sokan, nem tudom itt mennyire van meg, nálunk Madarason megvan a rend, hogy hétfőn mit eszünk, kedden mit eszünk, és így tovább. Még tartják ezt valamennyire, mert nem, és közel van Budapesthez, ugye? Tehát a legtöbb Budapesttől, vagy nagyvárostól távol lévő sváb településen ezt nagyon szigorúan tartják a mai napig, mert hát nagyon vallásosak. És hát nagyon, hát ezért maradhattak meg, ezért maradt meg a nyelvük is, mert a mai napig beszélik a nyelvet is a legtöbb helyen, az ilyen messze lévő települések, és ők nagyon kőkeményen betartják, hogy melyik nap mi lesznek, ami nekem nagyon szimpatikus, mert minden egyes tradíció, népszokás, az egy fájdalom, amikor elveszik. Tehát az lenne jó nekem, vagy legalábbis akkor lennék boldog, hogyha úgy tudnánk 21. századi módon élni, hogy az értékes tradíciók megmaradnának, nem dobnánk el azokat. Erre egy nagyon szemléletes példát hadd mondjak, hogy attól, hogy föltalálták az autót, attól a ló létjogosultsága még nem veszett el, mégis kidobtuk, ugye? Tehát nem közlekedünk, pedig egy vidéki településen. Miért kell elmenni a boltig, vagy miért kell kimenni a szőlőbe autóval, miközben lóval is mehetnénk? De nem jár senki már lóval, és ezért ez egy óriási kárt okozott a magyar gazdaságban. Tehát ugyanígy igaz ez minden másra is, a receptjeinkre is, és az egyéb szokásainkra is. Az első szakácskönyvednek a
a sűrűjél nevű a címet adtad, ezt elmondod, hogy miért? Én már olvastam valahol, de hát ha vannak, akik nem olvasták. Most én nem akarom elmondani az előszót, meg az írásaimat egyik könyvből se, de az a lényeg, hogy nekem van körülbelül 2000 kedvenc receptem. Na, hát hogy lehet az embernek van két gyereke, sem tud igazságot tenni, hogy melyiket szereti jobban, mert egyformán 2000 kedvenc receptem van. Ez azt jelenti, hogy van körülbelül 10-15 ezer receptem, amit összegyűjtöttem, nem csak a gasztroangyal történetében, hanem ugye én már a főtérforgatásokból is recepteket gyűjtöttem, ez azért 20 év, az sok. És a 2000 kedvencet kiválogattam, mikor úgy döntöttem, hogy írok egy könyvet, de hát annak, abból most hogy választok ki mondjuk 100-at, húzzuk meg 100-nál, 100 került bele. És akkor mindig mondtam, hogy a sűrűjét ki kell szerni. És a sűrűje a lényeg. Mint ahogy az életben mindennek, ugye, az eszenciája. És akkor kiszedtük a sűrűjét, így lett a... Meg aztán még egyszer kiszedtétek a sűrűjét. Még háromszor, mert aztán ugye lett egy sűrűje kettő. Hát nem, hát természetesen, amikor először kivettem, hogy elhatároztam, hogy 100 receptet kiveszek, a sűrűjét, hát az legalább 350 volt, és akkor onnan kellett, hogy akkor már ilyen észérvek alapján, hogy lesz jó aránya a könyvnek, és akkor utána jött a sűrűje kettő, hogy akkor azokat sem lehet kihagyni, és akkor mondtam, az olyan hülyén néznek ki, hogy most, hogy az a 350 szerepet sűrű 3, az nem lehet. És akkor váltottam, és akkor készültek a sütemények. Édes békeidők. Igen. És az édes békeidőkben azok a receptek vannak benne, amire úgy emlékszik az ember, hogy az anyósa vagy a nagymamája főzte, de már elveszett a recept, sütötte, de elveszett, és a fele tudja, hogy volt, és akkor kinyitjuk a édes békeidőket, és ott van. Én így jártam. Igen, de azt én mindenkinek azért ajánlom. Igen, ezt mindenki ezt mondja. Ugyanezek voltak anyunak, meg a nagyinak is. De tényleg így van, de hadd mondjam el, hogy az én kedvencem kimaradt belőle. Na és mi az? Hát a manuk szelet. Azt tudják mi a manuk szelet? Lehet, hogy nem ez, csak így olvastam anyunknak a rongyos cucca között, receptjei között. Lehet, hogy egészen más volt eredetileg, de ma már anyu is manuknak mondja. Az egy diós piskóta, grízes diókrém és csokoládé. Ez elég jól hangzik. És azt kifelejtettem. Ez egy veszélyes. Mert ugyanezt történt, hogy hát azért süteményből nem lehet 100-at. Tehát azt van, mondjam el, hogy az mindentől sokkal nagyobb munka egy süteményes könyvet elkészíteni, mert hogy mi ugye nem úgy készítjük el, a hároman készítjük a fotós, akkor az én jobb agyféltekém a Csilla, aki ott ül és mindent jegyzetel, amit mondok, de meg én nem úgy készítjük, mint mások, hogy a hasunkra ütünk, hanem mi addig sütjük, amíg nem lesz tökéletes. És egy süteményt legalább 3-4-szer sütöttünk le, hogy tényleg pontos hozzávalók legyenek. Így sem lehet pontosan, mert minden liszt más, minden cukor más, minden csokoládé, minden kakaó más, de egy körülbelüli arány az azért ott ezekben. Azt gondolom, ha csak nem tévesztettem valamit, vagy a tördelésnél nem esett ki valami. De erre büszke vagyok, hogy mi ezt nagyon keményen végig, addig sütöttük. Szóval a süteményes könyvet ne várjanak egy hamar. Készen kell, hogy hát én rengeteget mozgok, mert nagyon hízékony vagyok. Hát és ez a süteményes könyv készítés, ez maga a pokolna, hát ezt képzeljék el. És azt csináltam, de először nem tudtam, mi legyen. Tukmáltam rá a másik két lányra, hogy vigyetek mindent, és hát egy idő után ők se köszönik, nem lehet ez tovább. És elhatároztam, mert járok, amikor nem vidéken forgatok, akkor az életem legkülönbözőbb pontjain hajnalban, délután, késő este eljárok edzeni, és hát fogtam, vettem egy ekkora ilyen süteményes tartót, amit le lehet így zárni, és behordtam a fitness terembe a süteményeket. Az edzők. Hát, hogy értek az edzők, mert ők ehetnek. Ők annyit edzenek, hogy ők ehetnek.
úgyhogy én több tonna tortával, süteménnyel jelentem meg minden alkalommal az edzőterembe, de már így vártam, és mindenki más nagyon utált engem, mert a többiek ugye nem lehettek ugyanúgy, mint én. Én csak letettem ott a büfépulton, elkiabáltam magam, hogy megjöttem, és így 8 edző zsúgyra a süteményekre. Rajtuk nem látszott, úgyhogy ezt csináltam. Mondtam, hogy ki leszek tiltva, mert a horvás hízlaj címszóval. Egy kicsit én felolvasnék itt az előszavakból. Olyan szépek a Marcsinak az előszavai, tehát nem csak a süteményei szépek, hanem a recepteket érdemes olvasni is, csak a szép irodalom. És az is szép, ahogy ő ír a főzésről. Egy kicsit, hogy ő pihenthessed a hangodat, akkor én megteszem. Bármit hoz utunkban sors, csak is akkor érezhetjük át a boldogságot, ha készen állunk rá, ugye a Marcsika. A gyakorlat teszi a mestert, a gasztronómia remek gyakorlat. A jó szakácsnak ismernie kell a természetet, ha használni akarja annak adományait, ízeit. És ismernie kell az emberek természetét is, hogy elvarázsolhassa az asztalnál ülőket. Míg megszerzi ezt a tudást, rengeteg örömteli pillanat várja, rengeteg új élmény, de csak akkor, ha tudatosan keresi a boldogság apró alkotó elemeit a főzés tudományában. Hát egy receptje van a boldogságnak, ugye? Apró alkotó elemeit. Ha nem tudnám ezeket ugyanígy elmondani azért, amiket írtam, mert hát azért hadd mondjam el, hogy az írás az egy kínlódás. Azt nem tudom elmondani, hogy ez hogy fáj, hogy le kell ülnöm egy helyben ülni, és írni kell. Tehát ez nincs olyan, hogy most ma délután ráérek, akkor írok egy kicsit. Még ha egy kis vacak receptes könyvről van szó, ez akkor sem működik. Tehát itt hetekig akkor embermentes környezetben semmi ne zavarjon. Én biztos, hogy van olyan, akinek megy, akik valami nagyon nagy filoszok. Nekem nem megy. Én nem egy író típus vagyok, én meg beszélő típus vagyok, meg örök mozgó, de egy helyben ülni sem nagyon tudom. Na, de ezek, ez megtapasztaltam, és azért írtam ezt le, hadd mondjam el, mert amikor azt a könyvet készítettem, akkor nagyon nagy divatja volt ezeknek a tévés főző versenyeknek, amit mint látom, mert azóta is tartanak, és iszonyúan fájt, nagyon, sőt felháborított, hogy egy ilyen nemes, nagyon fontos barát és család összetartó rituálét ők így megváltoztatnak. Tehát a gasztronómia nem arról, az egy öröm, az egy kakocs, az nem szólhat arról, hogy meggyalázom azt, aki főzött, az nem szólhat arról, hogy fogom és szemétbe öntöm az ételt, ez pont az ellenkezőjéről szól a főzés, az étkezés, a gasztronómia. Annyira felháborítónak tartottam, hogy azért írtam ezt, hogy hát ha érti, akinek füle van, vagy lelke van, meg aki elolvassa, nem biztos, hogy értik egyébként. De hogyha sikerül onnan elcsábítani egy ember csak, aki megérti, hogy a gasztronómia nem arról szól, meg a vacsora csatákról, és azt mutatjuk, hogy szemüvegbe vágják a hagymát, meg nem találja a saját konyhájában az eszközöket, akkor ez nagyon nagy probléma meg, hogy tejfölös dobozt tesz az asztalra a vendéglátásnak. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, a terített asztal, a szíves vendéglátás, a szíves fogadás, elfogadom, amit te örömmel adtál, örömmel elfogadom. Tehát, hogy ezeket nem lehet kiírtani az életünkből, akkor már végképp mi marad? Tehát már mindent kiírtunk, akkor hogy fogunk élni? Ne írtsunk ki. Hát ne. Tehát amikor a anyukám receptjeit elővettem a süteményes könyv készítésénél, és hát biztos, hogy mindenkinél így van, tisztelet a kivételnek, hogy van egy nagy elsárgult füzet vagy receptes könyv, és cetlik tömege benne. És egyik részét vagy el tudják még olvasni, vagy tudják fejből, mert a fele már elhalványodott, már a tintaceruzával jegyzetelt dolgok úgy megkoptak, még az anyu még tudja, hogy ezt a nagymama írta, ezt a dédi írta, ezt a szomszéd Julis néni írta, ilyeneket. És hogyha én ezt mondom, most nem írom át, akkor az egy dolog, hogy elvesznek ezek az ízek,
de elvesznek a történetek, elveszik az érzelem mögüle. És én, nekem sajnos nincs gyermekem, de mindenkinek föl kell hívni a figyelmét, hogy az, hogy írja át az anyukája vagy a nagymamája receptjeit, mert az nem arról szól csak, hogy együnk, mert ha azt mondjuk, hogy a nagyiról mi jut eszedbe? Mi jut eszedbe? Na tessék, hogy szokott sok jót főzni, és azonnal egy sütemény, egy valamilyen étel jut eszünkbe, nem? Tehát az illatok, hogy milyen illatok voltak, ahogy beléptünk hozzá a lakásba. Hogyha én ezeket nem tanulom meg, akkor a nagyival elveszítem én is önző módon, hogyha önzőek vagyunk, legyünk ennyire önzőek. De hogy adom tovább a gyerekemnek? Ő mire fog emlékezni? Mi? Egy muffinra? Tehát, vagy egy... Nem egy tudom, mire. Mire? Egy biotortára? Egy biotortára, de nem emlékezhet csak arra. Tehát meg kell őrizni ezt a folytonosságot. Nem tudom, biztos sokan emlékeznek a Gál Levente Gál Timi házas párra, Csíkmadarason, többször is voltak ők adásban. És a Gál Timinek van egy posztos könyve, és ebben az az érdekes, hogy a nagypapája, ebben a malomban éltek ugye a nagyszülei, így született az anyukája, és ő így gyerekeskedett, és a nagypapája örökségben kapta meg a kosztos könyvet, de megvan az ügyvédi, a hagyatéki levél is, ahol fel van sorolva, hogy egy pár fehér gyolcs, mit tudom, milyen harisnya, de így egy mérleg, 8 darab, ilyen és ilyen súllyal, és ott van közben, hogy a kosztos könyv. És az a recentes könyv. A Timi dédanyjától, a nagypapája örökölte a kosztos könyvet. Persze, egy-egy imádsággal néhol közben. Annyira gyönyörű, hogy ezt nem tudom elmondani. És hát ezeket a dolgokat így kezelték az őseik. Hát mi mit csinálhatunk? Nem tüntethetjük el, miközben ez ment generációról generációra. Ezek nagyon fontos dolgok, mint ahogy már kiirtottuk a kovászt, ugye, mert régen nálunk úgy volt, még az anyukám még örökölte a nagymamámtól a fele kovászt, mert egy lánya volt. Tehát úgy volt, hogy ha volt egy lánya az asszonynak, akkor megfelezte a kovászt, mikor férhez ment a lány, és a felét vitte tovább a lánya. Hogyha két lánya volt, akkor megharmadolta. És ez így ment mindig, amit gondoljunk bele, hogy micsoda ereje volt, hogy az évszázadok óta így ment tovább. Egyébként egy ilyen élő dolgot találtam ma még Magyarországon, az Hajóson, ami egy sváb település, leveses sváboknak hívják a hajósiakat, nem borosoknak érdekes módon, pedig ugye a pincefalu a világ legnagyobb pincefaluja, hanem leveses sváboknak, és őnáluk még él egy olyan hagyomány, hogy milyen túrónak is nevezik, nem jut eszembe öreg túrónak talán. Ott történik az, hogy de van olyan család, ahol 250 éve nem szakadt meg a folyamat, hogy van egy anyatúró, amit hagynak élni, és abból beoltanak egy újabb adag túrót, ami pár nap alatt megérik, és akkor abból megint vesznek ki, és a következő héten azzal oltják, és ezt is öröklik a gyerekeik. És a pincénél meg lakodalmakkor, éjfélkor ők mindig túrót esznek, ezt az érett túrót, ami hát kemény dolog nekünk, de ők nagyon szeretik. Megkóstoltad? Hát meg, nagyon büdös nap. Gyilkos, de tiszteletben kell tartani, kaptam tőlük egyébként, tehát nagyon szégyellem, hogy kidobtam ezt, nem szabad nekik soha megtudni, de egyszerűen a lakásba nem bírtam bevinni olyan szakamon. És fognak tudni még a mi gyerekeink főzni, szerinted? Szerintem megint fognak tudni. Tehát van egy nagyon szomorú tendencia a világban, amire nagyon komoly kutatások, tehát pénzeket fordítanak, hogy kutassák és megpróbálják valahogy egy kicsit terelni. Nagyon ketté oszlik a világ, mint ahogy az élet minden területén ez zajlik most. Az eredeti organikus élelmiszerek luxus termékekké válnak, ami elkezdődött, ezt már látjuk.
és nagyon, nagyon erőteljes fejlődésnek indult, tehát van, majd mindjárt beszélek róla, mert erről érdemes nekünk, magyaroknak beszélni, mert nekünk nem az utolsó óra utáni pillanatban vagyunk, hanem még előtte, tehát mi még tudunk tenni. És van egy másik iparág, aki a tömegeket eteti szintetikus élelmiszerekkel, ami szintén nagyon fontos, mert nem halnak éhen azok a tömegek, akik nem tudják megfizetni a luxusnak szánt, vagy vált, luxussá vált élelmiszereket. Egyébként az egésznek ez a hihetetlen, borzalmas második világháború után kialakult ipari élelmiszertermelés az oka, mert addig nem volt gond, amíg a paraszti családok, gazdaságok működtek. Azóta van, el a városiak. Hát is van. Addig semmi gond nem volt. Azóta van gond, hogy az egészet hát ilyen nagy ipari üzemekbe terelték, és hát lásd, mi nálunk nagyon szépen még mindannyian megértük, ideért az Európai Unió, és abban a pillanatban így egy-két év alatt lefejezték a paraszti gazdaságokat, ami egyébként most zajlik Szerbiában, tehát ennek most én jártam ott többször forgatni is, meg magánemberként is, és az most zajlik, most lehetetlenítik el a kis paraszti gazdaságokat, a háztáit, hogy ne legyen nekik érdemes, hogy a behozott multinál felhalmozódott nyugati szemetet valaki megvegye. Ugye nálunk már látszik, hogy ez nem sokáig megy, hogy igazi szemetet megvegyünk, mert elkezdett a kormány ellennel dolgozni, hogy ide más minőséget hoznak, biztos, hogy hallották, mosóportól az élelmiszerig minden, és minden területen. És ez itt nem megyhet már majd sokáig, mert törvényt hoznak rá, úgyhogy most megy majd Szerbiába, és tovább azokra. Egy ismerősöm mesélte, hogy volt egy élelmiszer vásárló Németországban, és hogy ő már effektíve találkozott ezokkal a bizonyos utopisztikus regényekből ismert kis színes tablettákkal, valami fajta táplálék. De hát ezek a kis tabletták szerintem mindenkinél vannak otthon, ezek a táplálék kiegészítők, ez innen indul. De hát ennél sokkal extrémebb a helyzet, mert Amerikában meghoztak már egy olyan törvényt, hogy csak úgy feldolgozatlan húst már nem lehet árulni. Tehát valamilyen feldolgozáson át kell esnie. Az azt jelenti, hogy vagy fűszerezniük kell, vagy ledarálni, vagy tehát valamilyen hőkezelésen, vagy valamilyen folyamaton át kell esnie. Ez már megvan. És ezért volt nagyon veszélyes a szabadkereskedelmi egyezmény, ugye az EU és Amerika között, mert az amerikai törvények sokkal lazábbak, mint a miénk, és abban a pillanatban minden ránk is vonatkozott volna, tehát elértük volna azt, hogy az unokáik azt mondták volna majd, hogy te képzeljétek el, a nagyinak volt csirke az udvarába, levágta és megették. De durva. Borzasztó. Milyen barbár népség volt. Hogy tudtak ilyet csak? Elértünk volna ide. Most sem vagyunk egyébként messze tőle, azért azt el kell mondanom. Na, szóval, hogy odáig jutott el már ez a dolog, hogy reklámozzák a szintetikus húsokat. Az első lépcső az volt, hogy ragasztott húsokat készítettek, tehát ilyen cafatokból összeragasztottak sztéket, és akkor ezt árulják. Ez van. Tehát ezt ma nem is ránézésre nem is tudnak különbséget tenni, csak hadd kérdezzem meg, hogy mivel van összeragasztva. A másik pedig a teljesen szintetikus húsok, aminek semmi köze a húshoz, annyi, hogy van egy fehérje tartalma, de nem tudjuk, hogy is, mint készül, valami olyasmit kell elképzelni, mint ezek az olcsó virsli. Indiából jönnek ilyen nagy zsákban, ilyen rózsaszín porok, amihez megvan adva, hogy mennyi vizet kell keverni, és semmi más nem csinálnak vele, nem tudjuk, mi az összetétele, minden van benne, amit el tudnak kézelni, és az a virsli, amit tárolnak a boltba, tehát ezeket, ezért nagyon fontos, hogy mindig legyen kérdőjel az agyunkban, amikor élelmiszert veszünk, vagy ennivalót inkább így mondom, mert tehát legyünk résen, mert a családunk mindennél többet ér. Tehát inkább, én azt mondom, hogy inkább együnk negyed annyit, de ne együnk mérgeket. Tehát nagyon sok kismama azt hiszi, hogy ő jót tesz, hogy virslit ad a gyerekének. Ezt adja.
egy kiló húsárát nézzük meg. A virsli az a legnemesebb húsokból készült régen. Tehát egy kiló hús mennyibe kerül? Marhahús, csirkehús, sertés, bármilyen virslit vagy parizert nézünk. Hát hogy lehet, hogy negyed annyi, meg fele annyi a virsli? Miközben még mennyi mindent kell vele csinálni? Hát a jubil méterre 500 forint. Nem? Nem jól mondom, de? De. 500 forint. Akkor, tehát hogy mi ez? Mi ez az egész? Tehát mindig kételkedjük, ugyanez van a Túró Rudival, és minden olyannal a föl. És még egy, hogy könyörgöm, akinek kisgyerek, kisbabája van, ne adjon neki konzervet az élete legelején mindjárt. Tehát mindent megtesznek az emberek, hogy gyerekük születhessen. Akkor utána ne legyünk lusták főzni nekik igazi ételeket. Tehát az, hogyha mindjárt az elején nátrium-glutamáttal és minden egyéb, és hőkezelt, és agyonroncsolt élelmiszerre letetjük, utána soha, soha nem lesz már igazán egészséges. Tehát ez egy konzervben már nincs semmi táplálék. Lehet, hogy finom. Lehet, hogy nincs is benne méreg, de táplálék sem. Akkor az egészséges étkezés titka az alapanyagokban rejlik. Az alapanyag a lényeg. Így van. Na ezért nagyon fontos, hogy mi még az utolsó óra előtt vagyunk. Tehát nekünk még persze azoknak, akiknek nincs, mert egy társaságban laknak kertjük, ő nekik is lehetne tőlünk igazi organikus alapanyagú. De nekünk, amíg van kertünk, addig ne fű és túlja legyen benne, hanem legyen benne 10 tő paradicsom, legyen benne 5 tő paprika, egy sor uborka. Az uborka egyébként nagyon figyelzenek, hogy a boltban kapható uborka a legveszélyesebb, a legtöbb kemikáliát azt tartalmazza. És az uborka az egy sikernövény. El kell ültetni, jól be kell locsolni, és ontja magáról az uborkát. Ugyanez a cukkini. Tehát, hogy ezeket ültessük el, és ami felesleg van, azt tegyük el. Van mélyhűtő, nem úgy, mint a nagyszüleinknek. Hát, és mégis megoldották, hogy egész évre betáraztak a kamrába. Ne hagyjuk magukat. Tehát, ami ott meg, és ez egy baromság, elnézést, mert ez a másik, amivel ki tudnak teljesen hozni a sodron, hogy nem éri meg konyhakertet művelni. Hát miért nem? Mert nem látjuk a sorozatunkat? Vagy miért nem? Tehát én kiszámoltam, anyagilag megéri, mert a magok azok töredékébe kerülnek. Még így is, hogy minden évben meg kell venni, mert ez a másik merénylet az emberiség ellen, hogy ezeket a magok, ezeket a növényeket, ezeket lehet magot. Hát persze, nem tudunk magot szedni, mert nem köszönő viszonyban nem lesz. Tehát mit kell csinálni? Újra meg kell venni a magot. Újra meg kell venni a magot, vagy föl kell hívni tápiószelét, ahol a vetőmag génbankunk van, és őshonos, eredeti magokat onnan rendelni kell, el kell ültetni, és azokból lehet magot szedni, és egyszer kell megvenni akkor a magokat. És ingyen posta költségére elküldik tápiószele, az ide, itt szelektált, így begyűjtött magokat. Tehát csak babból, csak Magyarország területén 4400 félét gyűjtött be tápiószele. Több mint település, az minden település. Minden családnak külön babfajtája volt. Minden családnak. Ez csak bab. Nem kell venni a multiktól vetőmagot. Nem kell velük foglalkozni. Kell rendelni. Most meg kell rendelni a jövő évit. Zöldség, sárgarépa, minden, amilyen salátafélék. Hát van nekik legalább 15 féle, ahogy korszerű dolgokat, vagy divatos dolgokat is mondjak, padlizságuk. Van piros tojás, fehér tojás, ekkora lila, hosszú, minden. Tehát kell rendelni tőlük. Az imént azt mesélted, hogy tegnap is kertészkedtél az édesanyját. Igen, elrendeztem a kert. Nekem is van egy pici konyhakertem itt, de azért a nagy konyhakert az otthon van, ahol 44 aranykoronás a kertünk. Bácska, ugye. És hát Latinovics birtok volt, mikor a török kiirtotta Madarast, akkor a Latinovicsok kapták meg, egészen délről, Dalmáciából jöttek föl, ők kapták meg azt a területet, és az Latinovics Zoltán még ott született, Oszkár volt az apukája, és nagyon fantasztikus emberek voltak egyébként a Latinovics család.
és 800 négyszögöles telkeket osztottak szét minden családnak. Tehát ez egy ilyen fantasztikus, mert ugye ettől függött mindig, hogy ki a birtok, ezt ugye ne meséljem, és ezek fantasztikus emberek voltak, és hát középre rakták a templomot, és annak ellenére, hogy nem is tudtak még magyarul, ugye most az új faluval egy idős a templomunk is, 260 éves, egyébként több ezer éves településről van szó, és tudták, hogy ez magyar föld, és azt csinálták, hogy Szent István utca, Nagy Boldogasszony utca, Szent László utca. Tehát az összes rendes magyar szentnek van egy utcája. Igen, tehát ez fantasztikus család volt. És hát utána adtak nekünk egy Latinovics Zoltánt, és az Oszkárnak a húga pedig hozzáment a Horthy testvéréhez, és ez volt a nagy bűnük, mert szomszédban lakott ugye a Horthy testvére a Latinovics lányal, és ezért az összes Latinovics kastélyt elsőként lebontották, úgyhogy semmi nem maradt. De akkor az a hírem van, hogy te híresebb vagy, mint Latinovics Zoltán, mert a Madarasnak a Wikipedia oldalán a falu híres szülötteinél Borbás Marcsi van felsorolva, Latinovics Zoltán meg nem. Ott még szerintem sok javítani valóban. Na, szóval, hogy otthon kertészkedtem ezekben a nagy kertben, úgyhogy... És ebben csak a tartósításnál lakott... 15 kiló ebben dolgoztam fel az éjjel, mert este hazaértem, ugye két napig kertet műveltem, és a szomszédba meg szedtem 10 kilós spárgát. Na és mit csinálsz a spárgával? A spárgát azt csak blansírozom, és teszem be térre a hűtőből, hogy fagyasztóba. Igen, lefagyasztom. És az epret pedig, mert a férjem hihetetlen szörpivó. Én nem ihatok ilyeneket, de ő három naponta megiszik egy üveg szörpöt, úgyhogy körülbelül 100 üveg szörpöt teszek el. De úgy elkezdem, hogy ibolya, turbolya, nagyon komolyak. Az ibolya a legszebb szörp a Földön. Olyan lila színe van, olyan gyönyörűség. Az semmi, egy szirupot, mint a bodzát úgy kell megcsinálni. A turboját is, az is tavaszi, az meg nagyon egészséges, nagyon erősen vértisztító. És akkor utána van az eper, a bodza, a fenyőrügy. Az ekkora hajtásokból, azt csak lecukrozom, így rétegező 5 literes üvegek, és akkor ahogy rogyik össze, mindig teszek le cukor-fenyőhajtás, és akkor egy 2 hét után azt kinyomkodom, és akkor még főzök egy szirupot, és citrommal telenyomom, és úgy be a szövegekbe. És akkor jön a málna, az a leggyilkosabb, mert a nagy magja miatt... Hát az botrány, mert az eper az könnyű, ugye az apró magjai azok fönnmaradnak, de át tudom passzírozni. És hát anyukám megcsinálja a megyszörpöt, azt nekem nem kell. Megyszörpöt azt elkészíti, és a fekete rivizlit is az anyukám készíti. De már nem sokáig, mert nekem 10 fekete rivizli bokrom került el ültetésre az őrségben, úgyhogy ezután azt is én fogom, az is gyilkos a fekete rivizlit szüretelni. A szörpök kapcsán ajánlok neked egy jó helyet, én nemrég voltam a Folli Arborétumban, te jártál már, ott volt a Csony oldalán, és nekik vannak ilyen szörpjei. Igen. És ők csinálnak levendula szörpöt, de én nem olyan szörpjei. Ja, levendulát is készítek, Zorbanának nincs jó íze. A szép színe van viszont. Igen. A levendulát is készítek, az is van levendula. És ott is van fenyőrügyből, mert hát ott mindenféle egzotikus fenyőrügy. Fenyőrügy nagyon fontos, mert ilyenkor ugye ontja az új hajtásokat, most hogyha 2-5 literes üveggel szednek, azt még meg se érzi egy fa, és a legjobb megfázásos időszakban a gyerekeknek fenyőrügy szörpöt kell adni, kitágítja a tüdőt, és könnyen kitisztul. Meg hát nem csak a gyerekeknek, felnőtteknek is, nem kell mindenféle drága, nem akarok neveket mondani, szereket venni a gyógyszertárban, ami egyébként meg roncsolja a májunkat, meg a vesénket, hanem fenyőrügy szörpöt kell
készíteni, és az nagyon-nagyon hatásos. Ki fogjuk próbálni. Azt mondnék meg nekem, rafinált kérdés következik, hogy egészséges-e a szalonna? De jól gondold meg, hogy mit válaszol. Hát ez bírom én, az interneten minden nap valami más gyógyítja a rákot, és mindig minden nap más az egészséges, ezt nem tudom észrevették-e. Hát azért nem kell mindennek bedőlni, de szerintem minden egészséges, a megfelelő arányokat kell, mármint a mi eredeti élelmiszer. Tehát hagyjuk ki a gyártott dolgokat, tehát az organikusnak nevezzük, jó? Organikus élelmiszer, az minden egészséges. Sőt, a szalonnával az a helyzet, hogy a szalonna, azt nem lehet hamisítani. Nem? Tehát az egyértelmű, hogy az szalonna. Tehát azért tartom fontosnak, hogy inkább szalonnát tegyen a gyerekünk savanyú káposztával, vagy kovászos uborkával, vagy retek szezonban, retekkel, vagy újhagymával, mert az tuti az, ami. És az már ellentétben csak... Ellentétben a párizsiban. Hát ellentétben a bármilyen felvágottal. Nekem az a szerencsés helyzetem, hogy egy nátrium-glutamát allergiám van, tehát én kiskoromtól kezdve semmit nem használhatott senki, mert konkrétan elájulok a nátrium-glutamáttól, úgyhogy ez gyorsan megoldotta a szervezetem. Másrészt a bátyám állatorvos, és mindjárt az állatorvosiról az első gyakorlata valami húsüzembe vezetett. És még egyetemista volt. Gyakorlatot kellett ilyen hatósági állatorvosi gyakorlatot kellett teljesíteni, hát azóta már 60 vagy 56 éves, és egyszer csak jött haza, és azt mondta, soha az életben ne vegyetek bolti felvágottat. Nem vettünk, mert nem tudták a szüleim megvenni, és amúgy is disznót vágtunk, volt saját kolbászunk, szalonnánk, sonkánk, minek is vettünk volna, de én tényleg soha az életemben nem ettem bolti felvágottat. És mondta anyukám, hogy jó, nem veszünk ezután, oké, de hogy mi a baj? És azt mondja, és akkor elmondta, hogy az történik, hogy a, mit tudom én, a gépsonka szavatosság, vagy a főtsonka szavatossága lejár. Visszaviszik a húsüzembe, lesz belőle, fertőtlenítik, lesz belőle gépsonka. Lejár a gépsonka szavatossága, visszaviszik, lesz belőle olasz. Lejár az olasz szavatossága, visszaviszik, lesz belőle párizsi. Azt mondja, van olyan, aminek már négyszer lejárt a szavatossága. Ez egészen valószínű. Undorító. Úgyhogy én azóta, tehát én inkább nem eszem semmit. Helyes. Igen. Tehát, hogy ez így gyorsan jött, minden. Hát szóval nekem a nagymamám, a borbás nagymamám még azt tudta, hogy melyik fűszert, mert miért teszi az ételbe, hogy mindig mondta, csak nagyon fiatal voltam, 10 éves, amikor itt hagyott bennünket, úgyhogy nagyon sajnál, mert ő egy igazi jó értelemben vett boszorkány volt, tehát ő még tudta azt a régi nagy tudást, amit ők tudtak, amit ma a kínaiaktól próbálunk ellesni, hogy milyen ételhez mit kell, de nem azért, mert az a finom csak, hanem azért, mert hogy a szervezeted mondjuk nagyon megterheli a májad, és amivel tud a májadat felszabadítani. És úgy párosított, mint mindig mondta, hogy most sok ebben a zöldség, akkor tegyünk bele valami, nem tudom, virágot. Nem, azt mondta, hogy túl sok van, ami a föld alatt termett, erre konkrétan emlékszem, akkor most tegyünk rá valami virágot, mondta, hogy egyensúlyban legyünk. Tehát, hogy az, hogy ezt a kínaiak csinálják, azt tudom, hogy ők ez alapján, meg a távol-keletiek, de ezt a mi őseink is csinálták, az én nagymamám még tudta. És hát na, ez a baj, hogy korán meghalt nagyon. És nem csak ezért baj egyébként. Igen. De mondjuk azért gondolom ritkaságnak a te szakácskönyveidet, mert pontosan ezeket a hagyományos itthoni nagymamáink receptjei, ami nincs is leírva. Szerintem mindenki, aki elfelejti a saját nagymamáinak a receptjeit lejegyzetelni, ahelyette mind dolgoztál.
Igen, én az egész ország helyett, minden nagymamának a receptjét összegyűjtöm. Nagy biztonsággal a kedvenceket meg lehet találni. A süteményes könyvben a méterestől a zserbóig, ugye, ha jól emlékszem, nekem az anyósom volt egy nagy sütemény király, és ő is úgy ment el, hogy nem tudtuk leírni a receptjeit, és több olyan recept, amiről hát igazán azt hittem, hogy ez a nagyinak a receptje, hát most kiderült, hogy nem. Igen, és ez a legdurvább nekem a non plus ultra, azt ismerik a non plus ultra. És akkor én nekem mindig mondta férjem, hogy írtam, hogy a listát, hogy kerül ide egy ilyen non plus ultra, így agyon ócsároltam, mondom, mi? Hát már nagymamám is non plus ultrának itt, ezt nem hiszi el, ilyen biztos nem volt. És mit adott a jóisten, hogy a Gál Timinek a 150 éves kosztos könyvében ott van, hogy non plus ultra, és így engedte, hogy beletegyem. Akkor én is visszaigazollak, hogy az anyósom is non plus ultrának hívta a non plus ultrát, úgyhogy így van. Annak az a neve. De én ezért úgy megküzdöttem, hogy közben a kedvencem kimaradt. Rosszul jártunk. Azt ígértük a leányvárjaknak és a leányvári vendégeknek, hogy ők is kérdezhetnek. Eljött ennek az ideje? Eljött. Bármikor. Van-e valakinek? Szeretné-e valaki meséltetni rajtam kívül a Borbás Márcsit? Mert ha nem, akkor még meséltetni. Most például Erdőben volt, de gondolkozzanak kérdésen, jó? Ugye, akkor még én egyet kérdezek, addig mindenki gondolkozzon. Jó? Most Erdőben voltál, igaz? És mesélj már egy jó erdélyi kalandot nekünk. Hát most szombaton megy Magyar Lapár. Tehát a tévében. Igen. Tehát mikor az nagy hétben voltunk, ez egy óriási baklövés volt, mert elkerült a figyelmet. Nem is azért, hanem ugye konfirmálás volt első előtte hétvégén, utána nagy hét, ilyen tejbemérés, meg ilyenek, nem tudom, itt én se tudtam mi az, ne aggódjanak. Semmi, fogalmam nem volt, és utána meg ugye húsvét, amire készültek, és mi azon a héten, egész héten kint forgattunk. A lapádiakra talán a leányvárjak is emlékeznek, mert voltak itt a Magyar Lapádi Tánccsoport, rég volt, tehát talán 15 éve, és itt ezen a színpadon is táncoltak. És azt nem akarom lelőni, mert ez most lesz, de hát fantasztikus, Sárika néni lesz az egyik főszereplő, meg a testvérem is szerepel benne. De fantasztikus, igazi kovászos kenyeret süt Sárika néni, ugye az a vakarékból, ami ott marad a teknőn, összegyűjti. És az a kovászos kenyér kéne nekünk, hogy ne legyen. Azt nagyon tényleg a allergiák. Hát ez az, így van. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem véletlen van, ez a sok ételallergia, tehát ezektől a vackóktól van. Egyikünk sem tudta. Én is a boltban vettem a kenyeret, amikor nem volt időm sütni. Meg az anyukám is, bár akkor még farkaspék volt madarason, valószínű az rendben volt. De most Budapesten hogy oldottam meg, főleg 10 évvel ezelőtt, hogy oldottuk meg, hogy rendes kenyeret tegyük? Sehogy. Így van. És most már kimutatta az Amerikai Táplálkozástudományi Intézet, hogy ez az irdatlan mennyiségű gluténérzékenység, ez azért van, mert ilyen gyors kelesztőkkel kelesztik a kelt tésztákat, nem csak a kenyereket, hanem mindent. Egyrészt, másrészt meg 10-szer annyit eszünk, mint amit kéne, mert ezt még hadd mondjam el, hogy miért eszünk 10-szer annyit, jó? Hogy nem mindenki, ne érezzék azt, hogy ha valaki hízik, hogy ő a hibás csak. Mert hogy az emberi szervezet, az egy csodálatos szerkezet. És hogyha eszünk, akkor nem a mennyiség alapján kapja az agyunk a visszajelzést, hogy mikor laktuk jól, hanem az életfunkciókhoz szükséges alapvető tápanyagok alapján, tehát mikroelemek, vitaminok, ásványi anyagok, ezekről beszélek, a megfelelő aminósavak, amiből az izomzatunk van, és így tovább, és a megfelelő jó zsírok. És hogyha eszünk, és nincs benne megfelelő tápanyag, akkor nem kapja az agyunk a jelzést, hogy jól laktunk. És ezért még mindig eszünk. Még mindig éhes vagyok, még mindig már szétpukkadok, de még mindig kívánom. Ez nem azért van, mert mi, a mi generációnk, vagy a mai ember az megújult volna, hanem azért van, mert nincs az ételbe tápanyag. És nem csak a mű vacak ételekben nincs tápanyag, hanem az a helyzet, biztos erről is sokan hallottak, hogy nincs megfelelő humusz tartalma a talajnak.
Magyarország kiváló helyzetben van, hogy a Föld képét nézzük, mert nekünk akár még 30 évre is elegendő a humusztartalom a Földben, jól hallják. Tehát mindenki a kőolajválságról beszél, az üvegházhatásról, a globális felmelegedésről, ami a mi életünkben nem aktuális probléma. Az a gyerekeinknek lesz aktuális. A mi életünkben viszont aktuális probléma a Föld talaj humusztartalma. Erről valamiért nem beszélnek annyit, nem értem, hogy miért. Vagyis hát értem, bocsánat, mert az élelmiszer a legnagyobb üzlet, ugye 21. században vagyunk. És hiába termesztünk bio módszerekkel, meg nincs, megnő egy sárgarépa, vagy megnő mondjuk egy krumpli, és pont század annyi a vas tartalma, mint 30 évvel ezelőtt. Egy paprikának pont század annyi a C-vitamin tartalma, mint 30 évvel ezelőtt, és így tovább. Tehát hiába mi termeltük, hiába jó, nincs megfelelő ásványi anyag, mikroelem és vitamin tartalma. Ez egy óriási probléma. És ezért nem kell ágálni az étrendkiegészítők ellen, mert igenis pótolni kell ezeket a mikroelemeket, mert nincs más lehetőség. Szerencsére a magyar nagyon kreatív és nagyon sok megoldást kínál a humusz újratermelésére. Sok, nagyon sok, nagyon jó szakemberünk van, ebben is világelsők vagyunk, csak valamiért nem üt át. Tehát van nekünk egy fantasztikus emberünk, mindjárt eszembe jut valamilyen Iván, aki 30 éve az életét arra áldozza, egy biológus, kémikus ember, hogy ugye 2000 évente képződik 1 centi humusz. Ezt csak azért mondom, hogy érezzék, hogy mekkora a probléma. És ő egy olyan gazdálkodási módot fejlesztett ki, amivel 20 év alatt 12 centi humusz tudott termelni. És nagyon egyszerű a módszer, és nagyon könnyű vele gazdálkodni, erdő alja gazdálkodásnak hívjuk, aminek vannak nemzetközi gyökerei is, az a permakultúra, de nem ugyanaz. Ez egy sokkal-sokkal tudományosabb, ez amikor fedik a talajt, az a nemzetközi alapja, különböző anyagokkal, növényi hulladékkal, ezennél sokkal több, most ebben nem megyek bele. A lényeg az, hogy használható, alkalmazható szántóföldi és konyhakerti gazdálkodásra is, viszont első 2-3 évben valószínű a termés nagy része veszik a kártevők miatt, de utána beáll az egyensúly. Mint hogy az erdőalját se kellett soha kapálni, trágyázni, mégis minden gyönyörűen nő. Ugyanaz azt a módszert figyelte meg, és tényleg kiválóan működik. Körülbelül 50%-kal több termést ad a kert, de az első évtől nagyon-nagyon klassz az egész. És sajnos nincsenek nyitott fülek, mert hogy túl nagy üzlet az élelmiszer. És azt még csak zárójelesen jegyezzem meg, hogy tavaly áprilisban jött Európán végig egy aláírási, ilyen akármi, egy nyilatkozatot, egy aláírás gyűjtés volt, mert valahol kitudódott, hogy hát egy hónap volt arra, hogy megvétózzuk az Európai Uniónál előkészített tervet, miszerint meg akarták a konyhakerteket adóztatni egész Európában, a konyhakerteket, és akkor Franciaországból indult ez az aláírási ív, és hát én nem tudom hány milliómat itt voltam, aki aláírtam, de én is aláírtam, és így nem szavazták meg, de ilyen dolgok. Tehát, hogy az ember nem hiszi el, azt hiszi, hogy... Tehát én is, amikor megkaptam és elkezdtem olvasni, nem mondom, megint valakinek üldözési mániája van, hogy ki ez, milyen... És aztán nézem jobban, és nem, hanem valós. Tehát, hogy ilyen hihetetlen dolgok történnek. Tehát nem, hogy erről nem beszélnek, hanem még be akarták tiltani a konyhakertet. Nem tudom, azt tudják, hogy Magyarországon például az itt őshonos gyümölcsfajták, ugye arról tudnak, hogy iszonyú sok van, és most már azért jó néhány ember dolgozik ezen, azoknak a szaporítóanyaga nem kerülhet kereskedelmi forgalomban, mert az EU meghatározza, mondjuk almából mi az a 10 fajta, amit lehet körülbelül, körtéből mi az, és a mi 1500 féle almánk, amik itt Kárpát-medencében élnek, azoknak nem árulható a szaporítóanyaga. Az EU ezt így gondolta, hogy ez így nagyon jó lesz. Tápiószerén sem?
Tápcsió szelén sem, ott csak vetőmagok vannak, viszont Kovács Gyulánál a Göcsejben. Mindenhez van címem, és az a pláne, hogy ezeket nem kell permetezni. Mert ezek itt szelektálódtak, ezek ehhez a környezethöz szoktak, és egyetlen egy dolog van, nem lehet monokultúrát csinálni. Tehát az, hogy ennyire a monokultúrás gazdálkodás terjedt el, ezért évről évre mindig újabb és újabb betegségek fognak végig söpörni. Tehát nem véletlen voltak úgy a gyümölcsösök, ahogy voltak, hogy ott, és ott egy-egy almafa, köztük egy-egy dió, egy-egy körte, és így tovább. Tehát szilva, tehát össze-vissza, egy gyümölcsösben minden volt, nem az volt, hogy itt van 100 hektár almás. Hát védd meg, hogy? Hát persze, hogy el fogja vinni a kármilyen fertőzés, ezt nem lehet megvédeni. Akkor összefoglalom, hogy a Marcsi üzenetre a leányvárjaknak, hogy műveljük kertjeinket. Így van, nagyon fontos. Így van, műveljük a kertjeinket, így van. Van egyébként egy fantasztikus kezdeményezés az országban, ez a legszebb konyhakert program. Érdemes oda a falunkban összefogni és pályázni, mert nagyon inspiráló, és a virágos Magyarországot akartad mondani. Igen, hogy te most lettél ott nagykövet, ugye? Így van, igen. És közben pedig itt egy fantasztikus virágkertészet, onnan pedig az egész falut fel kell virágozni. Ez szerintem egyébként tényleg ez egy ilyen társadalmi szerepvállalás, ez a virágos Magyarország. Azért mondd el a leányvágyaknak, hogy mi ez, mert én elolvastam, igen, a turisztikai ügynökség honlapján, de nem biztos, hogy mindenki. Igen, hát ez Európa szerintem legszebb kezdeményezése vagy programja, teljes Európában működik, nálunk 24 éve csak, de hát már 24 éve így is mondhatnánk, mi is részt veszünk benne, lehet pályázni a legvirágosabb települések különböző lélekszám alapján különböző kategóriákban, és azért biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen, mert tudom, hogy már nem nincs esély nyerni, aki most jelentkezik, vagy most kapcsolódik be, viszont képzeljék el, hogy az ország legjobb kertészei eljönnek, felmérik a talajt, a mikroklimát, a helyi adottságokat, és ingyen megírják, hogy lesz, milyen növényekkel, hogyan lehet igazán szép település. Ezt ingyen megkapják. Ha semmi másért, ezért megéri. Tehát, hogy ez nagyon komoly, és még lehet hó végéig pályázni. És egy ilyen terv több millió forint lenne. És ezt megkapják ebben a programban. Minden pályázó? Minden pályázó. És pályázni kell, jöjjenek, és csinálják meg, és adják ide, és aztán pár év alatt szépen föl lehet építeni a növényzetet úgy, ahogy ők megírták. És a társadalmi munka természetesen, ami szintén összehozza a falut, tehát szerintem az külön megint nagyon jó, mert egy közös munka eredménye. Ahogy ez az egészségnek is, mert ezt is itt a legjobb közös munkája, hogy össze minden ilyen. Marcsi, nagyon szépen köszönjük. Megszülettek-e a kérdések? Érdeklődnék a fontos kérdések. Marika, adunk neked mikrofon. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye itt a főtér műsorát vezette, illetve most a gasztroangyal, és hogy ez ugye Magyarországnak egy elég szép értékét bemutató kis nagy sorozat meg a jó pár éve. Ezt a műsort, ezt hogy értékelik egyébként így Európában? Tehát például amikor felszállott a pálba és kapott le Európában díjat, a nemzetközileg hogy állt? Tehát mondjuk a szlovákoknál, cseheknél vannak ilyen kezdeményezések műsorban, biztos körbenézett, hogy máshol mennyire fontos a történelmi, vagy itt a sváb, vagy a mindenféle hagyományoknak a ápolása. Azt hittem, hogy a díjakra gondol, az, hogy egy műsor díjat kap, az attól függ, hogy milyen pályázatokon vesz részt az ember. Én nem veszek részt semmilyen pályázatokon, nem érdekel ez a része. Az, hogy mennyire van ilyen típusú műsor, szerintem minden országban van. Ezt a gasztroangyalt, ez több ország is megvette a mi műsorunkat. Tehát, hogy ugyanezt ezt a műsor, tehát a műsor, ezt a sorozatot, ezt igen, vannak ilyen televíziós műsorvásárok, és akkor ezt a MTV is időről időre viszi a gasztroangyalt ilyen televíziós vásárokra, és hát a környezetünkben lévő országokban megy, vagy ment
attól függ, mikor folyamatosan megy valahol Európában, úgyhogy máshol is ismerik ezt a műsort is konkrétan, de majdnem mindenhol. Például voltam úgy Szerbiában, hogy rám kiabáltak, hogy nacho finom. A horvátok is, ők mondjuk közelebb vannak, de abszolút igen, tehát ez a nagyon finom, ez ott is. Hány epizód gasztrongja volt már? Hát 240 körül járunk. Igen. De hát főműsoridőben ment a horvátoknál, vasárnap este főműsoridőben évekig. Tehát ezt ismerik máshol is Európában, nem csak a magyar lakta területek, ahol tudják fogni a Duna TV-t, hanem megveszik. De úgy tudom, hogy minden országnak van valamilyen hasonló, több-kevesebb sikerrel, tehát a River Cottage-ot biztos sokan ismerik, de az olaszoknak is van az a két öreg, nem tudom, azt ismerik-e, szerintem százszor jobb még a River Cottage-tól is, az is egy hasonló műsor, csak két olyan fantasztikus pasas, tehát hogy az elviszi a műsort, óriásiak. Tehát azt azért tudom, hogy azt az olaszok, egy ilyen egy órás adást két hétig forgatnak a két öreggel, mi meg kettő napig. Mások az anyagi viszonyok, igen. Kicsit mások az anyagi viszonyok, de hát vannak ilyen típusú műsorok. Valaki itt is jelentkezett az előbb, mert ki volt benne? Mikor a Marika? Nem? Akkor visszaadom. Ugye azt is látjuk a műsorban, hogy hát mindig a vendéglárokért egy kis pálinka legurul, vagy egy kis borocska, vagy egy pár szóval, hogyha a magyar ital, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, italozási kultúráról, meg hogy ott is mire figyeljünk, hogyha itt a ételeknek felhívta a figyelmet. Hát az italozási kultúráról beszélek eleget a műsorban, de erről, hogy legördül egy pálinka vagy egy pohár bor, erről viszont nagyon-nagyon szívesen beszélek. Mert hogy ugye ez mindenkinek a fő kérdés, hogy hogy lehet ennyit inni, megenni, meg hogy én alkoholista vagyok. Hát ezek napi, tehát két nap alatt úgy készül el ez a műsor, hogy napi 14-16 órát forgatunk. Másképp nem tud elkészülni. Tehát az orvérzésig dolgozunk. Hogyha én ott igazikor meginnék egy pohár pálinkát, és nem csak belenyalnék, hogy milyen, hanem tényleg lenyelni, innék egy pohár pálinkát, nem tudnám végigcsinálni. Tehát ez a televízió, ez egy illúzió ilyen szempontból. Tehát vagy elhiszik, mondjuk volt olyan hölgy, aki egyszer valahol megtudta, hogy ott vagyok, oda jött, és azt mondta, már csak ide jöttem megnézni, hogy magának 8 gyomra van. Nem tudok erre mit mondani. Tehát, nem eszek meg mindent. Nem iszom. De ennyi a helyzet. Szóval az italozási kultúra viszont nagyon fontos, hogy minőségi, főleg egy hungarikum, ugye a pálinka, az nem arra való, hogy deciszámra igyuk, hanem arra való, hogy kóstolgassuk. A bor pedig nem csak egy ital és nem alkohol, hanem egy kulturális termék. Az egy olyan sokrétegű, tudást igénylő élelmiszer, nem is nevezem italnak, hogy egyszerűen vétek lenne abból üvegszámra inni. Tehát az ember megkóstolja és örül annak, hogy micsoda lélek, micsoda talaj, micsoda tudás van mögötte. Tehát ezek nem arra valók, ezek az italok, hogy az ember, na jó, berúgtunk tőle. Nem tud, aki jó berúgik tőle, tehát azt szoktam mondani, hogy a kóstolgatásnak én voltam pálinka bíráló is, föladtam, mert abba tényleg berúgik az ember tőle. Tehát mikor 25 ételt bírálni kell, a pálinkát muszáj egy picit, egy csöppnyit nyelni, mert a bírálásnál fontos a nyelet. A bornál nem kell nyelni, azt ki lehet köpni, ezért van is ugye ott egy köpőcsésze. Tehát ott nem állt meg a borbírálás, a pálinka bírálás megállt, úgyhogy abba is kellett hagynom ezt, én nem engedhetem meg magamnak, hogy... Tehát az nagyon kevésbé veszélyes, virágos Magyarország. Sokkal veszélytelenebb dolog, igen. Na, szóval, hogy ezek hozzánk tartoznak a kultúránkhoz, és nagyon jó lenne, hogyha tényleg kultúráltan is fogyasztanánk őket. Az egy nagyon pozitív dolog lenne. Persze, van olyan, ezt kezdtem el mondani, hogy az ember részt vesz egy borvacsorán, kóstolgat,
és hát az lesz a vége, hogy jó kedve lesz. De azért ne ígyunk, hogy berúgjunk. Tehát ez két külön dolog. Szóval azért az egészségünk az első. Azt szokták mondani, hogy egy nőnek napi 1 deciliter bor, egy férfinak napi 1,5 deciliter bor, ami még egészséges és nem ártalmas a szervezetének a benne lévő alkohol. Tehát azért az nagyon értéktartó. Érdemes kérdezni, mert ilyenkor mondja a legjobbakat, nem? A legviccesebb. Van még valakinél? Valami jó kis kérdés a tarsolynak? Ételallergia. Hát az kenyérről, a gluténről beszéltem. Az a baj, hogy minden ilyen átörökíthető. Sajnos ugyanúgy, mint ahogy bebizonyították, hogy a tanult tulajdonságok egy része is öröklődik, ugyanígy ezek a dolgok is öröklődnek, és ezért nem mindegy, hogy mit teszünk, hogy mert a gyerekeink, az unokáinkhez hatványozódnak fog jelentkezni. Tehát a tejérzékenység az a ultrapasztőrözött tejek miatt van, meg hát valószínű amiatt, ahogy zsigerelik ki szegény állatokat, tehát az nem normális dolog, hogy lefejtek 40, 50, 60 litert, vagy a franc sem tudja már mennyit, addig fejik ott el egy egész életében egy helyben, és amíg össze nem esik. Tehát azért itt a fenntartható fejlődés, az állatvédelem minden szóba jön. Tehát, na tényleg, állati eredetű élelmiszerre annyira van szükségünk, mint amit a nagyanyáink ettek. Szombaton egy kicsi, vasárnap jöhetnek a húsok, és hétfőn a maradék. Nincs többre szüksége az emberi szervezetnek. Tehát én nem szoktam egyetlen táplálkozási rendszert vagy irányzatot sem kiemelni, és sem pozitív, sem negatív dolgot mondani, mert mindenkinek a maga lelkiismerete. De azért a tudást, te tudni kell, hogy mi van mögötte. Tehát egy ilyen mértékű fehérjefogyasztás, hogy napi szinten sok tejtermék, sok hús megy a szervezetünkbe, az roncsolja az agysejteket, tönkreteszi a májat és a vesét. Tehát ezt tudni kell. Tehát azok, akik hús alapú diétát folytatnak, azok ezzel kell, hogy számoljanak. Csak ezt nagyon kevesen mondják el. A mai ember nem tájékozódik. Az, hogy a Google-be rákeresek valamire, azt tudják, hogy ezt az egészet, azt nem kell komolyan tenni, amiket ott mindent meg az ellenkezőjét is meg kell jelenteni. Szóval nem véletlen táplálkoztak évezredeken keresztül valahogy az emberek. Mi most hirtelen húst hússal, egyrészt ezt nem lehet, tehát tényleg, tehát ezt nem bírja el a Föld, ezt a mennyiségű állati ürüléket, bocsánat, ami metángázt a környezetben nyom. Tehát nem a kipufogók a legnagyobb baj, hanem az állati ürülék, aminek a húsát mind meg akarjuk enni mi emberek. Másrészt meg közben tönkre tesszük a szervezetünket. Még egy adatot hadd mondjak, hogy a második világháborúig mondjuk egy Kárpát-medencében élő ember az élete során 7-800 féle növényi eredetű táplálékot evett. Ma 4 féle alapanyag a táplálkozásunk 80%-át teszi ki. Krumpli? Tippelek? Rizs biztos? Vagy rizs? Kukorica? Kukorica. És akkor valamilyen gabon, kenyérgabon, húzzászon. Ez a 4 teszi ki a 80%-át a táplálkozásunknak. És maradt 20% minden másra. Vajon mi az a sok betegségnek mi az oka? A hiánybetegség, amiről beszéltem, és az egyoldalú táplálkozás, ami szintén hiánybetegség. Amit megetetnek. De ezért akármi történik a Földön, akármi történik Magyarországon, egy dologban nem tudnak beleszólni, hogy mit teszek a számba. Mit nyelek le? Ezt mindig is mi fogjuk meghatározni. Főleg, ha van egy pici kertes háza valakinek. Ezzel az egyel éljünk, ne vegyük félváról. Nem ér annyit a délután 5 órás sorozatom, hogy ne legyen egy kis csirkém saját tojással, nem hormonozott tojásgyárból kikerült tojással, hogy legyen igazi csirkém hétvégére, vagy egy kacsám esetleg, hogy legyen igazi zöldségem. Nem éri meg az a sorozat, hogy ne legyen, hogy ne tudjam, hogy mit eszem meg. Szóval műveljük a kertjeinket, visszaértjük a kertjeinket, és teljenek meg a hátsó udvarok baromfival.
akik megeszik a maradékot, a kertből a zöldet, minden. És gyümölcsöt is otthon szüreteljük, érettet, ne kényszer érettet vegyünk. És mindent a maga idejében, ez is nagyon fontos. Tehát paradicsomot nem kell, ezt már hallották párszor. De egyébként hallották, lehet azt is egy-egy szemet, csak együnk mellé céklát, gyökérzöldségeket, káposztaféléket, tehát ami akkor való, együnk nyugodtan egy-két szem paradicsomot is, ha megkívánjuk, ha már megadatott. De a zöme, az a téli zöldség legyen. Köszönjük. Már nem beszélek többet, mert végtelenségig tudom mondani. De nem is akarunk elfárasztani egy hosszú nap után. Eláruljuk, hogy a szervezők, a Léna Egyesület vásároltak Marcsitól egy csomó könyvet, mind a három fajtából, a sűrűjéből, meg a sűrűje kettőből, meg a még sűrűjéből, mind a három, és ezeket most a jelenlevők között kisorsolják, úgyhogy ne menjen el senki. Kinek adhatom át a Zsuzsa, te leszel a... Ja, és segítek, mit segítsen? Vagy a Marcsi segítsen? Mi a feladat? Kiosztottátok a sorszámokat? Így van, mindenki kapott, ha jól tudjuk, mindenki kapott egy sorszámot. Mindenkinek van sorszámot? Akinek nincs még sorszáma, most szóljon. De felnőttek kapnak. Ja. A Mártinak nincs sorszáma. De Márti nem baj, viszont te segítesz nekünk. Ő így van, azért nem. Akinek nincs sorszáma, annak még, a Mártinak még külön, mert neki nincsen. Kinek nincs még? Neked volt sorszámod, csillagom? Remélem, hogy neked is van sorszámod. Jó. És akkor könyvet sorsolunk, és utána ezeket a könyveket a Marcsi még a dedikálja is, ezt megígértelek, és utána elengedjük haza Solymára. 25 darabot kell, illetve húzunk, tehát egy sorba fogjuk. Hogy legyen ez? Egy pillanat. Szerintem jól összetett. Na, akkor Eli mondja a számokat. És akkor mondod a számokat. Te vagy a szerencsétlen. Jó? Kihúzza. 14. Na ki a 14-es? Én meg már adom is. Na húzzál még egyet elő, hogy gyorsan menjünk, jó? 36. Felgyorsítjuk. Jöhet a 36-os? 33. 33-as. Mindenki vegye le a fóliát mielőtt. Igen. Igen, onnan nézod, onnan összekevertem. 19. 20. A 20-as. 1. Na ki az 1-es? A number one. Ki az 1-es? Na gyere, gyere! Harminchét. Igen, ez. 37? Az is megvan a 37? Megvan. 31. 31-es. Vegye le mindenki a nejlont az aláíráshoz, jó? 34. Ez nem igazságos, ez a sok 30-as, itt valami bunda van. Akinek olyat adok, ami van, az szóljon és cserélünk. 28. 28-as. Ki a 28-as? 13. 13-as. Mennyit hagyunk meg? Na, kinek nem adtunk még a fotót? Még egy. Megvan, ez jó? Egy kis szünetet tartunk. Tartunk egy kis szünetet, hogy itt a technikai... Csak abból egyet. 10. 10-es. Ki a 10-es? Kemi. Nyolcas. Nyolcas? Tessék, kérni.
fontos. Köszönöm szépen. Jani. Kettő. Kettő. Nagyon szívesen. Köszönöm, nagyon köszönöm. 43. Köszönöm szépen.
És akkor mindenki nézze a gasztromangyalt, holnap és holnap után leánybári vonatkozással, mert a Bánfi Farkas fog benne szerepelni, és a Magyar Rokkádia. Igen? Hát sokan nem szeretnék. Nem is kell megmondani. Hát van ilyen művész, na de... Holnap lesz ajándék a holnap. Fazekas készítette azt azért, hogy mondjuk el, aki itt élt körülünk, Timár Zsuzsa Fazekas, akinek a módszerét megtanulta a hölgy, most ha megölnek se jut eszembe a neve, hogy hívják, de mindegy, ő csinál csak ilyet szinten. Nagyon jó, köszönöm. Szeretettel tudom, hogy ez a csapatjába. Mi is köszönjük szépen, hogy valami és ivatot. Nem tudom, hogy Fazekas, de hogy milyen módszereztem, erről én nem tudok beszélni, mert... De nem sokan csinálják ezt a fajta mászt. Igen, ez a Timázsának volt a specialitása. Nagyon és használják az egészséget. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Szívesen. Írtam a telefon. Igen, még vagytok? Még én vagyok. Én órám ezt csinálják velem az egész osztályban. Tudom, hogy szereted. Mindet szerettem sajnos. Ez még jobban tetszik, de sajnos nem ehettem. Biztos, egy ilyen picit sem. El tudjátok kézni, minden héten ez van az egész. De csak egyet. Nem lehet, hogy egyet. Csak egyet. És mindenből csak egyet. Szerinted... És ezt is te csináltad? Minden. Nagyon ügyes vagy. Gyönyörű. Van tortasütője. Gyönyörűek. Ez karamellás, ugye? Nagyon finom. Talán, de vagy kötelezve neked, hogy még a süteményünket is. Nagyon finom.